Mindenféle összehasonlító kutatásokat végzünk, akár a 80-as évek, akár a 90-es évek tekintetében, és hát ez alapján a tudás vagy tapasztalatok alapján előtérbe kerül, hogy hogyan is néz ki ma Magyarország magyarság politikája, vagy a budapesti kormányzatok magyarság politikája, ez az egyik témám, és azért hívtak ide, hogy két dologról, egyrészt a média helyzetről, másrészt pedig a kettős állampolgárság hatásáról beszéljünk.